Na, szép jó reggelt! Jön a bolt elől. Kezd feljönni a nap szépen. Tegnap este óriási vihar volt. És hát szerencsére most már ugye mára már szép időt mondanak. Na. Hello! Hello, hello! Na nézzük, mit vettem. Húsvét van, szombat. És elugrottam csak ide a Publixba. Szóval hoztam ilyen zsúrkenyereket. Ma csinálok ilyen úgynevezett, általunk elnevezett ilyen, az a neve, hogy magyar szendvics. Akkor hozok ilyen nyuszikákat a három lánynak, egyet. Ugye, csoki nyuszikat. És az Évinek hozok egy szép tulipántot. Locsolás helyett, ugye, nem locsolkodunk, ez ilyen cserepes, ezt kapja tőlem a húsvét alkalmából. Hát meghoztam ilyen zöldségeket, még nem reggeliztem, hoztam ilyen paprikát, lila káposztát, lila hagymát, és mi van még itt? Ja, egy nagy tejföl és egy tej. Igen. És ezzel ugye kis vásárlás volt, ezzel kész is volnánk, és megyek is haza. És az Évinek hozok egy szép tulipántot. Locsolás helyett, ugye, nem locsolkodunk, ez ilyen cserepes, ezt kapja tőlem a húsvét alkalmából. Hát meghoztam ilyen zöldségeket. Még nem reggeliztem, hoztam ilyen paprikát, lila káposztát, lila hagymát, és mi van még itt? Ja, egy nagy tejföl és egy tej. Igen. És ezzel ugye kis vásárlás volt, az egész is volnánk, és megyek is haza. Ott itt becsületesen visszavisszük a helyre. Mert rend a lelke, minden megkérem. Ezek ébredeznek most már amerikaiak, meg a magyarok is. Szép lassan. És... Na. Láttam olyan embereket itt, akik gyerekek pizsamába voltak. Pizsamába. Pizsamába vásárolt. Hát azt hittem megőrülök. Rendesen. Nézd, hogy be volt zárva a kocsin? Itt volt hagyva az ülésen a kulcs. Láttadok? Ugye? És mi baj lett? Mi? Itt van. Itt volt az ülésen. Semmi baj az égvilágon. Nem nyúlnak hozzá. Múltkor valaki kérdezte, azt hiszem, a keresztes, vagy kertész, vagy kertes Zsuzsanna. Mindegy, Zsuzsanna, azt hiszem, arra már úgy emlékszem, hogy ugye megvettük azt a grillsütőt, és hogy ott merem-e hagyni. Hát figyelj, de nem bántsák. Nem bántsa senki. Egy irányba. Elsőbség adás, ott kint napoznak. Mit csinálok ott? Ha? Mit csinálok? Mire vár? Valamire várnak. Na. Jaj, gyerekek. Szép napunk lesz ma. Tegnap nagyon nagy vihar volt. Kina meló helye, mert a gyerek azt hittem kiviszi a fákat a helyéről, olyan vihar volt. Olyan hullám, de kár, hogy nem volt a kamera velem. Levehettem volna a hullámzást tengeren. Teljesen kimosta az egész beach-et. Na jó, hát akkor majd otthon
Mutatom a sütök egy kis kolbászt, jó? Reggelire. Kint a grillen. Szép idő van. A tojára hagytam a virágot. I get tulips. Love tulips. Yeah, isn't that nice? Look at that, so pretty. Happy Easter. Happy Easter too. Ez a locsolás helyett van. Yeah. It's greenish blue down here. Sophie, már készen. Mindjárt megyünk. This is the greenish blue with some white. Haját kell csak becsinálni. This is some greenish blue. A nyulat már elkapta. Happy Easter. Happy Easter. Give me a kiss over here. Ide. Baszik rá. De van nekem. Behozok neked Márkó Gyulat. Nagyon a kis papa. Szűz Máriádat. Why not? Na, azért hoztam a Csoki Gyulat. Ha? Na jó van. Megyünk tojást vadászni mindjárt. Mm-hmm. Hát még nem, még van egy óra. Ja. Na jó lesz ez így neked? Ilyen locsolás helyett? Nagyon szép kis tulipán. Yep. Ezeket fel kell kötözzem, mert el fognak nyomulni. Mert mennek a fény felé. Most csak így beeszélnem. Húsvéti tulipán, tessék. Sütünk egy kis kolbászt. Reggelire. Meg majd ebből viszek is. Úgyhogy kicsit többet. Sütök le. Meg ezt a maradék két darab sonkát szépen így átmelegítem. Égye, meg két halapinyót. Halapinyót, igen, ez csak én magamnak. Na jó lesz, mi? Jó reggel lesz? Amit mondottam volt, ott a boltnál nagy vihar volt az este. Öregek. Illetve hát itt talán annyira nem is, de ezt nagyon megtépázta. Lát csak a száraz leveleket szedte le, szerencsére. Na. Szóval reggel van. Reggel van, 9 óra. Nem sokán megyünk át a rec centerbe. Ott a, nézd oda, ott a nektarin madár vagy mi. Ott a tetejét. Nem tudom, látjátok. Aki telefonon nézi, biztos nem látja. Gyönyörű, szép ilyen piros feje van. Ott van fönn a, ott nem tudom mennyire látszik. Nagy képernyőn látszik biztos, vagy komputerképernyőn, monitoron. Nagyon szép. Itt van-e? Na, hova menti? Hol van? Ott van. Ez valami, a fakopáncs. Nem látszik sok minden. De valamit fogott, mert ott van a szájában, ez a csőrébe. Igen, valamit fogott. Na jó van, hát, ha legyen. Szuszu! Hol vagy? Gyere! Gyere ide, kiskutya! Szu! Kérde, nem látja, hogy hol vagyok. Na, hey! Már nem vagyok bent, egy olyan 5 percig, akkor jön ki, hogy na merre vagyok? Na most már észrevette, hogy hol vagyok. Az pisáljál csak. Na gyere, ne húzd magad. Tessék felállni. Ennek a kolbásznak az a érdekessége, gyerekek, ha nem böködöm így meg, akkor ketté reped. Ahogy sül, teljesen ketté hasad. Nem tud kijönni a zsírja, vagy mit tudom én mi. Bár ez nem túl zsíros ez a kolbász, ez nagyon jó kolbász, én szeretem nagyon. Olyasmi, mint régen volt, emlékeztek a 280-as. De nagyon, én szeretem, meg lehet szokni. Szuszma puszma, mi a helyzet? Mi a helyzet, kiskutya? Mire ugatsz? Na látod, erről beszéltem, hogy nem volt megbökve ez a oldala. Tessék, így elrepeszti.
Ha megbököm, akkor meg is. Na. Mi van? Mi a helyzet? Ráckevén a magyarországi látogatásom alkalmával ugye a ráckevei piacon itt a Dunaparton ezért vettünk kolbászt és gyerekek ott volt egy pad leütünk és úgy szembe is lehetett ülni és megvágtam a kolbászt, megszúrtam a kolbászt és elpisálta magát, de ilyen magasabb hűt, és rá a szembe levő nőrenk a ruhájára. Még neki állt följebb. Hát én arra nem tehetek, hogy kolbász nincs rendesen megsütve, vagy tele volt vízzel. Ugye, hogy lepisálta a kolbász a nőt. Hát nekem sem tetszett volna mondjuk, hogy összefröcskölik a ruhámat zsírral, ilyen vizes zsírral. Na, nem fogom nagyon kiszárítani. Semmit. Úgyhogy csak süljön meg egy kicsit, és kész. Ennyi lesz. Aztán majd bent találkozunk. Oké? Okay. Reggeli a kertben, kérem. Kis sütcsonka, kolbász, ketchup, mustár, egy kis hot and spicy, nagyon friss kenyér. És itt van Évi is. Hú, hát a hajad össze kellett volna kössön. Ja, kicsit tavaszias öltözet. Szofi kis asszony. Ő már reggelizett. Ja. Mindjárt megyünk tojást vadászni. Ki a Rec Centerbe. Na gyerek, ajánljunk. Meleg. Há? Meleg. Meleg? Hát persze, hogy meleg. Hát most sült. Jaj, gyerekek. Nyerek, mint a kacsa. Na. Így ilyen. Elegánsan. Tessék, odaadom a... Megy a kamera. Hú, te akkorákat gyerek, mint a kacsa a nokedlit. Hát ez nagyon finom. Ez nagyon finom. Hú, de jó. Paradigmat is. Igen. Ez onnan jött arról a bokorról. Ide nem látszik. Ő is fog kérni. Ki kell hűljön egy kicsit. No, de nyalja a száját. Na jó van. Ha, szuszú? Elfogadható? Leteszteli ő is. Ja, meg kellett neki fújni a kaját. Na még azt a kicsit ezt. Már még ott van. Ezt, ja, már ott. Na. Körbe nyalogassa. Á, gyerekek, neki sincs foga, nekem sincs fogam. Ja, nehezen tud rá. De azért összerágjuk. Sniffike. Hopszi! Sniffi! Nem figyelt. Ja. Na. Nem szeret kézből lenni, nem tudom. Na. Nem kell neki, ha beszarok, hol a viszi? Biztos még meleg. Ja, meleg volt még, az volt a baj. Meleg volt még. Na, Szofi ugráló kötele. Meleg a kaja, akkor nem eszi meg a szuszú. Jó, van most. That's it. Kész, ennyi volt, nincs több. Szófia! Mindjárt megyünk. Hát, időjárás tökéletes, ugye 20 fok van, tojásvadászathoz is van, ugye 10 óra gyerekek, kellene menni, 10-kor kezdik. Gyerünk, gyerünk! Kisasszony! Hol a kulcs? Várjál, benn van a kulcs. Indulunk a Recreation, hát mi úgy hívjuk, hogy Rec Center. Ez hozzánk tartozik.
Ugye ez a Bayshore Gardennek a része, Bayshore Garden Community, és mi ennek tagjai vagyunk, nekünk jogunk van oda bemenni. Nem tudom, mennyit fizetünk évente, egy 10-es körülbelül, aztán kész. És van egy code number, vagy mit múltkor mondtál valamit, hogy... Most már nem úgy van, most már úgy van, hogy csináltak egy kerítést, és van ez a fab, tudod, ez a... Valami csináltok itt. Itt is tojás van. Ó, oh, ide nézze. Oh, look at all those eggs. Templomnál. Wow, that's heavy. Nézd oda. Shirts rescue. Itt is csinálják ilyen. Látjátok? American lifestyle. Yeah. Kik ezek itt, ez a search rescue, mi ez? K9-es rendőrök? Nem tudom. Keressük és megmentsük. Ez ilyen állatos lehet? De ott van, hogy K9. Tudod, mi lehet ez ilyen? Nem tudom. Mint hogyha azt mondanád, hogy barlangmentők, vagy ilyesmi, nem? Körülbelül ugye azzal lehet összehozni. Itt ebbe az utcába csak 30-al lehet menni. Jó. Itt a yard sale, látjátok? Ott kirakják a cuccokat az emberek, és akkor megállsz. Fillérekért meg tudsz venni sok mindent. Na, kis Amerika élet stílus. Ugye, amikor nem dolgoznak az amerikaiak, hogy hogyan töltik az időt, meg egyebek, hát itt ez egy része az életüknek. És most megyünk ide a mi központunkba. Ugye a mi community-nak ez a központja, ahol van úszómedencétől kezdve egy park, minden. Majd lehet, hogy azt meg kell vegyük azt a ezért a jegyet? Van nálam pénzt hoztam. Nem a jegyet, hoztam. Hanem azt a fabot, tudod, amivel be lehet menni a úszómedencéhez. Az mi? Az egy kártya? Ilyen, olyan, mint a kulcstartódon az a fekete remote. Egy ilyen nyomógombszerű. Csak észre. Ja, mert állítólag most már nem kell mindig bemondani a kódszámot, meg beírogatni, ja, hanem kapunk egy ilyen nyitót. Mint egy autó nyitót. Ja. És akkor azzal kinyissuk a kaput. Gyerek. Hát még biciklizhetsz egy kicsit, hogy lefogja. Hello. Tudod, már a kis csaj már köszöntött minket. Na hova? Valahova beállok. Hova álljak? Oda valahova. Oda, ott van, a kettő közébe. Stuckolom magam. Bepofátlankodunk ide. Mi? Így. Aztán kicserélem a baterit, mert ez már le van merülve egy kicsit. Na, megjöttük. Gyerünk. Sorba is kell állni. Ha? Sorba is kell állni. Már elkezdhették? Nem még mi? Hi? Most talán most. I want to get those other green apples. Be van izgulva. Mennyi gyerek lesz. The arrow says that way. Unless you register on the camera. Be kell regisztrálni, ugye? Valószínűleg, ja. Na azt mondja Évi, ez a Bird Paradise, csak ez egy másik típus, ami nem ilyen, nem ilyen szép színes. Csak ez ilyen miniatűr valószínű. Erre meg azt mondja, ő ismeri a növényeket, hogy ez a lili. Miért lili? Lili, kész. Ennyi. Mini pálma. Ott meg a franc tudja mi az, az ott, az is valami. Én nem ismerem a így névről annyira a növényeket. Tehát ez a bejárati rész, kérem. Most megyünk regisztrálásra. Osztálytársak. Kis csajt tett.
szegényke a tolószékkel. Ismerik egymást a szekmére. Papi, teljesen be van viszonyulva. Csak egy két haverja ott hátul. Ha van tojás bőven, úgyhogy ott az mit tojás van. Yeah, you should have put on yours, but that's okay. Na, hogy mi a szabály? Hogy mondta, hogy a külön korosztályok vannak? Ugye vannak a legkisebbek, azoknak itt volt. És most a 7 éves korig... 5-től 7. 5-től 7-ig vannak most, és utána jönnek a nagyobbak, akik már 7. Hola, Sophie, ajjajjaj, oda néz a Sophie, figyel ott legelőre. Figyel! Én látom, ott van. Oda néz, mi megy. Kapkodjon, gyerünk. Mi nem mehetünk oda. Ennél bejjebb. Ja. Kapkodjon, van bőven. Szopi, igyekezzél. Ott van a lábardát, te. Szegény tolószékesnek is adjatok. Nézd oda, láttad a Sophie-t? Ja, adott neki. Láttad, mit csinált a Sophie? Adott neki. Sophie a sportszerűen csinálja. Adott neki is. Hogy hajolgat már, nézed a... Azt a mindent. Az igen. Még várja, van még. Ott a másik fánál is van. Kiürítették egy pillanat alatt. Így kéne otthon is a szeretet összekapkodni. Kész, ennyi volt? Ja, még a túloldal. Várjál, a fának van egy túloldala is csak. DJ! Mi nem mehetünk oda. Ja, de, dehogy, de mondan, oda lehet menni. DJ! DJ! Ja, és ott hátul, hallod, az a, az a nagy terület, az kié? Az majd a nagyobb gyerekek él. Nagyobbak? El kéne oda menjek, lefilmezni a vizet, hallod? Sophie! Hát gyerünk itt balra meg, a szúnyogháló mögött, meg lehet kajálni is, meg ott kávéznak. Ott van a kávé, ha akarsz, bemehetsz. Hát mi most reggeliztünk, hogy nem kell semmi. Most meg mennek a nagyobbak, látjátok, akik 7 éven fölüliek, azoknak lesz ott hátul. Figyeld, megy ám a futás. Sophie, gyere! Na azért szegényke is meg is maradt. Adtak, Sophie adott neki egy pár tojást. Hát mi van benne a tojásban? We're gonna go out to the body, okay? Na mondd csak ki, hagyd nézzük meg, mi van benne. A coin in the coin! Oh my 25 god! 25 cent! Mindegyikben van 25 money. Cent, gyerekek. Uh-oh! Az nem is tudom, hány dollár ez te. You got money! Erre hagyjad! Money! Oh minden négy darab az egy dollár. Na. Lesz, mennyi lesz ez körülbelül? Egy ötös? Egy öt dollárt összeszedett a Sophie-t. 25 cent volt benne, nagyon fasza. Ha, nézzük meg ezt a fát, gyerekek. Gyere, beszélj erről a fáról, mi ez? Mit tudsz felhozni mentségedre? Hogy nem mondasz semmit erről a fáról. Mit tudom? Mi? Ez egy nagy fa. Ez egy nagy fa. Ez egy nagyon nagy fa. Valószínű több száz éves. Mi? Valószínű több száz éves. Ja. Na akkor beszélj erről a... Ha a fáról nem tudtál sokat mondani, meg én hát nem, mert nem tudom pontosan akkor milyen neve a fának. Mesélj erről a parkról, hogy itt mi a lényeg. Mit, az, miért van ez? Az, hogy akik itt laknak, itt a környéken. Mint mi is. Mint mi is. Ugye tagjai vagyunk egy közösségnek. Fizetünk évente egy 10 dollárt. Épp és most akkor, fizettettük a tiszteletünket. Ja, és akkor ide ki lehet jönni piknikezni. Hétvégén kihozol kaját, akkor ott az épület, ezt ki lehet bérelni. Igen, esküvő bankettokra, vagy valamilyen alkalomra. Van egy játszótér, és van egy nagy pool, és itt a tenger. A pool az az úszómedence. Ja, az úszómedence. Kettő van. Na és akkor így, ide kijössz a családdal,
hogyha mondjuk olyan helyen laksz, hogy nincs hátsó kerted, és akkor elfoglalsz egy ilyet, van bőven, egy ilyen gazebo, vagy nem tudom mi ez. Nézd oda. Elfoglaljátok, és akkor itt lehet kajálni, piknikezni, ott van a sütő, hol a sütő, ott van egy, és megsütöd a kajádat, közben lehet labdázni ezt, azt, azt, lehet fürödni menni, és ha nagyon akarsz, még pecázni is. Megnézzük a vizet, jó? Na, megnézzük itt ezt a kis hidacskát. Mi? Nézzél rám már, nem azért. Cipőmre. Mi van vele? Hát nem látod? Nem. Két különböző papucsot vettem. Hát aztán kilássad. Azt nézze, hogy miért olyan? Na, Szofi, hova lett? Itt vannak madárkák. Mindegy, hol van? Hol ez? Hol ez? Ott vannak a madarak. Ott meg szaraszóta. Jól mondom? Ugye? Az longboard. Mi? Az nem longboard. A longboard? Ja, igazad van, az a longboard. Na, arra dolgozunk. Most képzeld, hogy itt át lehetne menni motorcsónakkal, akkor az 10 perc alatt ott lennénk. Ehelyett, ugye körbek, itt vannak, megnézzük őket. Nézed oda ezt a lakást itten, hogy milyen fasz a neki, milyen jó kilátása van, mi? Szerencsés. Ja, az a rácsos, az meg a úszómerencéje. Le van takarva, de meg van tépázva, nézd oda. A VR megosztotta a szúnyoghálót. Hát sajnos nem jönnek errefele. Ott vannak néha. Pelikán urak. Egy kis csónak, ki vannak itt csónakázva. Becáznak. Elég nagy a szélámot, látjátok a kira öböl részen. Eléggé hullámzik. Ja, hát körülbelül ebbe az irányba dolgozom én, itt, meg Évi is. Ja. Na, az ott szaraszóta, az. Na, mennyi lóvétok van? Hagyd nézzem meg. Mennyi? Mi gyavajogjál? Mit gyavajogsz? Hm? Miért gyavajog? Kettő. Még volt cukor is? Mennyi? 5,70. 5 dollár 70 cent. Szófi, ha mit fogsz ezen venni? Ott is a kicsik. Hát én... Vagy elkéstek, vagy én nem tudom mi van. Hát ha lenne kenunk, itt tudnánk tároltatni. Hát nincs. Meg nem is biztos, hogy lesz nekünk valaha ilyen kenunk. Maybe tomorrow. Megjött ide, kihozta a víz, és látjátok, azért a szemetet is kihozza, nézd, kismadár. Azért van szemetelés, mondjuk nem olyan vészes, de van. Ja. Ott egy műanyag ballont ezért látok ott. Na, nem tudjuk, mit csinál az a csaj, ott a csaj. Látod a madarat, hát a fán? Ott van a madár, a fán. Lehet, hogy be van akadva. Lehet, beakadt oda, és próbál segíteni. Nem tudom, miért van ott. De már ott áll már, mióta itt vagyunk, azzal a hálóval. Ja, szerintem valami... Próbált volna segíteni vala? Vagy meg van sérülve a madár. Aha. Ja, ott ja, próbálja nem piszkálni. Nem éri el, nem hát. Ez messze van. Ja. Hát, hívja ki a izéket, állatvédőket. Ja, szóta. Na, itt kapva az alkalmon, hagyd mondjam el nektek, ilyen dekeket én is építettem már, a Évivel. Emlékszel rá, mikor csináltuk? Ja. Évi úgy szögelt, mint egy asztalos. Emlékszel rá? Meg csavaroztál te is. Jóban, elvállaltuk és megcsináltuk, szépen. Újra padlóztuk, korlátot rendbe hoztam. Ilyen hasonló megoldás volt, de a víz, tehát víz fölött csináltuk. Ugyanilyes. Ilyen hasonló, de hát ez már nagyon öreg. Itt ezt már lecserélték, úgy látom, amin a Szofi áll. Na, megjöttek a madárvédők, úgy látom, vagy valaki, nem tudom ki ez itt. Bement a vízbe. Az a hölgy.
Ja, le akarják szedni valószínű a madarat. Most szállt fel a repcsi. Na, nem tudom mennyire lehet látni, ott az a nagy híd, ami kiszoktunk menni a szigetre, látjátok ott? Az alatt átférnek a nagy hajók is. És ott balra szaraszoltának a belső, az a, ugye a kikötői része, ott vannak az új épületek. Jó messze van mi. Az pedig a híres langbót. 14 kilométer hosszú földnyelv. Te! Sofia! Sofia! Mit találtál? Ez mindig összeszed. Rákot? Valamit talált. What did you find? What's that? Bring over here. Sofia. Bring over here. Show me. Show me what you have. Special shell. Special shell? Yeah, because I never seen something like this before. Come. Na, valami... Ó, oh, de milyen szép! Benne van a csiga. Benne van a csiga, gyerek. Is there a snail inside? Throw back into the water, okay? Throw back. Still alive. Vagy ad ide? Vagy, na, mutasd meg. Na, üres. Ha? Üres. Na, valami kimászott be, visszament. Visszament. Ott van benne. Üres? Akkor mi volt az? Kossz volt rajta? Uh-huh. De milyen szép. Milyen sejzéi vannak. Na, tüskei. Őrizd meg. Ilyen tüskéi vannak. Üres tényleg. Ja, ilyen tüskés. Na, Szofi, összeszed. Na, megnézzük ezt a madarat mi is. Ha sikerül. Ha? Már megint van valami. Ott van fönn az gubbaszt. Hát, az a két nőnek már elmentek arra be. Ha? Na, ott hála istenkednek még mindig, de... Szóval nem mozdul ez a madár onnan. Nem tudom, mi lehet vele. Don't put it back on now. Wait until it gets dry. Pick up the shoe and come. That's it. Szoknyáját, hogy fölemelt. Kina bugyit! Cipőstől belement a vízbe most. Jöhet mezitláb. Oh, Marshall! And do you put the shell down there? Yes, I put it in one of the... Milyen lábújhegyen? Tiszta szar a lábod. No, not this one. Floridai csendélet, kérem, a klozet ajtót csapkodja a szél. Mi nem lehet bezárni, vagy mi? A szabad dohányzó, de nem marad becsukva. Csattog. Na, látjátok gyerekek, itt mindennek van hely. Ez jellemző mindenre itt. Nagy területek vannak. Itt is nézd meg. Csak azért van, hogy itt tárolják a kenukat. És be is van kamerázva a terület. Hát az, ott vannak a kamerák fönt. Jó. Ügyes. Jaj. Nekem lenne ennyi energiám, gyerekek. Na, jó meg van csinálva, mi? Leforgácsozva. Ilyen helyre lenne jó az, ami gumitégla. Ja. Hát jó ez is. Itt megfelel ez is. Forgács. Na, itt már kezdődik, valami parti lesz, úgy látom. Terítenek. Hát elég szeles. Szeles időt fogtatok ki, gyerekek, erre. 3 kicsi, nézd oda! Hol vagy, Sophie?
hát ezt most el nem csalod. Hát az a ő napja. Meg a többiek is. Holnap jönnek mi hozzánk? Holnap nálunk lesz a hátul a kertbe tojásvadászat. Te nem akarsz tojásvadászni? Vannak jó nagyok. Ránéztem. Vannak jó nagyok. Na megy a bohózka, nézd a ringispil. Gyönyörű ez a fa, ugye gyerekek? Gyönyörű. Megjöttek a kacsák. Nézd oda. Na, hova mész? Erre elmennek. Egy itt maradt. Egy kacsa itt maradt. Na, Évi már ott valakivel haverkodik. Na gyerekek, ez a mi community-nek egy kis parkja, egy kis játszótér, ez az amúgy. Nagyon szép, ugye? Az ember kijön itt, jól érzi magát. Nehéz, fárasztó munkanapok után. Sok gyerek. És tényleg egy jó hely. Na, jönnek a születésnaposok is. Ja. Na, melyik az a gép nyavaja, amit majd ki kell tudjunk nyitni? Tehát fölmenni is, látjál, itt van a iroda. Ja, ez lesz az valami itten, ja. Hogy valami nyitókával. Hát most le van láncolva. Még, ja, itt van valami. Ott van valami riasztó, az lesz az. Hogy azt valamit majd itt csinál, ugye? Ja, most még zárva van a úszómedence. Because it's not open. Ja. Na ide is lehet jönni, nem kell fizetni semmit, mondom. Évente 10-est. És akkor nyugodt, bármikor jöhetsz. Már amikor nyitva van. Na. Blockmaster, Duckmaster. És akkor itt van ivóvíz, WC-k. Na, 11 óra, 1 órát voltunk itt. Kólaautomata. Igen, igen. Öltöző, úgy látom, ott van. Ja, ott van a nőknek. Itt vannak a community-nek a hírei. És ez minden is zárható, dohányzóhely. Itt van. Lock your bike. Azt mondja, lakatod le a biciklidet, mert nem vállalunk semmilyen felelősséget, hogyha ellopják. Hát ilyen is van. Ja, miért lenne kivétel? Na nézzétek meg, ez a tipikus floridaias megoldás, a kertek, stb. Na, mi is ezt az irányzatot próbálnánk valahogy úgy követni, ezt a stílust. Ez nagyon tetszik nekünk. Na. Sophie, everything was okay? Huh? You had a lot of fun today and a good time? Huh? Még akart maradni a játszó. Még maradt volna mi. Úgyhogy gyakorlatilag még ez a rész is a mi community-nek, ugye a területe. Van egy ilyen kis kosárlabda pálya is. Na, nem igen használják. Szeledes konténer. Gyerekek, ez mind a community rakja össze ezt a pénzt. Ez nem állami dolog. Hát tudok. Itt a employee-k is vannak, alkalmazottak. Ott a malcs, tehát kertészek, meg ilyesmi, akik itt vágják a füvet. És ez is ide tartozik, ez a terület. Lehet bérelni hajót. Lehet bérelni hajódokkot, hogyha van hajód. És akkor ugye biztosított gétvár. Hogy van biztosítva? Nézd oda! Itt be van biztosítva, mint egy szép börtön. Itt meg besétálsz nyugodtan, bazd meg. Még akár kocsival is bemész. Oh, hát, jaj, de ugye. Akkor itt miért nincs lezárva? Nem? Igen. Vitorlások. De van sorba. Kamera, azt mondja, smile, you are a camera. Hát aztán mit érsz vele a kamerával?
Na, vegyünk egy ilyen hajót mi is. Oké. Okay. De jó lenne, mi? Mennénk hajókázni. Az a tarts bezárva a kaput. Bazd meg. Hát onnan meg be tud jönni. Amonnan. Vagy a túloldalról, nem? Hát ez van. Na jó van, akkor ennyi. Ennyi erre. Elmegyünk. Hova? Hova menjünk? Ha? Garázs szélezni menjünk? Mi? Ha nincs kedve, egy kávét innák. Na, hát köszönjük szépen. Recreation Center jó volt. Kicsit levegőztünk. Lényeg, hogy Szofi nagyon jól érezte magát. Úgyhogy... És már elmegyünk haza. Ami nincs túl messze innen. A nyugalmas kis amerikai házak, kérem. Szép itt a landscape ezen a területen, ugye? Egész jó. Sheriff is itt van, látod? Mi jöttünk előbb? Na, haver, megállsz. Úgy jött, mint ja, az itt nem fog megállni. Na, ott tart még az izé, vajon a tojásvadászat? Itt nem nézed meg az izét? Garázszélt? Na. Yardszélt? Hát nem garázszél, yard. Mi a különbség a yard és a garázszél között? Ha? Mi a különbség, tudod? Ha a garázszél, akkor a garázsban is vannak. Pontosan. Az a garázsból árulnak, a yard az pedig amikor a feljáróról. Ez például a yardszél. Látod? Hát nem úgy néz ki, mint hogy érdemes nagy szar, lenne megállni. Semmi, de... ott van egy barbecue sütő. Semmi nincs. Semmi olyan nincs, amire nekünk olyan kurvára szükségünk lenne az ég ott a világon. Sőt, még hoznánk hozzá. Na, hol van, kérem? Majd otthon találsz. Apádék mikor jönnek, Szofi? Ha? Apád mikor jön? Ha?